A mozdulatok még nem tökéletesek, de a lelkesedés és a hangulatra nem lehet panasz. A Continental Arénában vasárnap 3 pályán követték egymást a 2x10 perces meccsek, a fennmaradó területen pedig ügyességi gyakorlatokkal tesztelték a gyerekeket az edzők. Érkeztek csapatok többek között Csengerből, Ópáiból, Máté Szalkáról, Vásárosnaményból és Nagy Ecsedről is. A meccseken nem számolták a gólokat, a cél az volt, hogy a gyerekeknek kedvet csináljanak a kézilabdázáshoz. Látható, hogy nagyon jó a hangulat, és szerintem nagyon rossz hírek után nagyon jó hallgatni ezeket a kis gyermek csiviteléseket, zsivajokat. A Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatósága szervezi meg ezeket a programokat, ez U8-U9-es korosztályban vannak, ők a legfiatalabb korosztály a Magyar Kézilabda Szövetség sportolói között. Nagyon szeretnénk, hogyha ők megismerhetnék a sportágat, és megszeretnék a sportágat, úgyhogy elsősorban a mai napnak az élményszerzés a feladata, hogy ezek a kis fiatal sportolók nagyon jó élményekkel tudjanak hazatérni. 40 csapat nevezett a mai eseményre, viszont a betegségek, a Covid és az influenza járvány miatt nagyon sok a hiányzó az iskolákban, ez érezhető itt a pályán is. 26 csapat érkezett meg, hát látható, hogy a 26 csapat mekkora tömeget jelent, így is képesek megtölteni egyébként az arénát. Ez a korosztályban igazándiból látható, hogy lehet, hogy még sokan nem kötődnek a sportákhoz, a Megyei Kézilabda Szövetségnek sem titkolt célja, hogy minél többen kézilabdázzanak a megyében, ezért mi is készültünk a kis fiatal sportok számára műzliszteletekkel, reméljük, hogy ezzel tudjuk egy kicsit növelni az élményt. Hanufer Sándor a Vitka-es-e utánpótlás igazgatójaként több csapatot kísért el a rendezvényre. Véleménye szerint nagyon fontos, hogy a gyerekek már az első perctől megfelelő képzést kapjanak. A kicsikhez, a legkisebbekhez kellenek a legtapasztaltabb, legnagyobb tudással rendelkező edzők. Ez van, amikor megvalósul, van, amikor nem. Ma a elmúlt 2 évet követően van újra ezeknek a 8-9 éves gyerekeknek kézilabda játék, aminek irgalmatlan módon örülünk. Az elmúlt 2 év ugye ez elsősorban a pandémiáról szólt, különböző korlátozások voltak, vagy miniszteri rendelettel az iskolába való belépés sem lehetett megoldani, ahol tudtunk online edzéseket tartottunk, ahol tudtunk, elmentünk más helyszínre és ott tartottunk edzéseket, de gyakorlatilag ez lehetetlen volt az elmúlt 2 évben. Most ez a tanév már jobban működik, bár most is sajnos a pandémia miatt nagyon sok karantén helyzet volt. Így barkodunk, törekszünk arra, hogy minél nagyobb képzésben részesítsük a gyerekeket, de sajnos ez a kézilabdamentes időszak, ez látszik a gyerekeinknek a létszámán is. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a közel 300 gyerek közül mennyien maradnak meg a kézilabda mellett, az viszont biztos, hogy tavasszal újabb hasonló rendezvényt szervez majd a sportág népszerűsítése érdekében a megyei szövetség.